A klíma használat hozzájárul a komfortos környezet megteremtéséhez azokban a helységekben, amelyekben az időnk nagy részét töltjük. A nem megfelelő karbantartás vagy rossz beállítások viszont nagyobb kárt tehetnek, mint hasznot. Ezért fontos a tudatos klímahasználat. Ez elsősorban azt jelenti, hogy megfelelő minőségben és időben gondoskodjunk az eszköz tisztításáról és karbantartásáról. Több egységből áll egy ilyen berendezés, a beltéri egységen belül is. Ott van ugye a maga a ventilátor, a mókuskerék, ami a levegőt szállítja, a hőcserélő felett, amit már azért ezeket komolyabban kell kimosni, ezt nem elég egy sprével befújni, a sprével fújom, semmit nem fogok megoldani, az egy 50%-os megoldás. Ezeket ilyenkor szakszerűen mosózsákkal, akkumulátoros mosóval szoktuk mi is tisztítani, úgyhogy erre megvannak a speciális felszerelések, amivel tényleg szakszerűen is jól meg lehet csinálni. Ezt az alapos karbantartást 2 évente mindenképpen el kell végezni. Az egyszerűbb tisztítást hűtésre és fűtésre is használt eszköz esetében viszont 2 évente. A por mellett baktériumok és vírusok is megtapadhatnak a rendszerben, amelyek karbantartás nélkül komoly betegségeket okozhatnak. És fontos az is, hogy amikor klímát használunk, ne legyen 10 foknál több a különbség a kinti és benti hőmérséklet között. Amikor mi beállítjuk a klímaberendezés távirányítóján azt, hogy 18 fokot szeretnénk, azóta úgymond a hőmérsékletet figyeli, a kifújt levegő attól függetlenül, hogy 6-7 fok, 5 fok attól függ, készülékektől függ, hogy milyen vezérlést tettek mögé, mennyire engedik mélyre úgymond az elpárolgási hőmérsékletet, és ezáltal ugye annál hidegebb levegőt fúj ki, de ez általában mindig fix. Az inverteres készülékeknél ugye a beállított hőmérséklet függvénye az, hogy milyen hideg levegőt fúj ki az adott készülék, és így figyeli a benti levegő hőmérsékletét, ebből csinál egy átlagot, ha mondjuk 24-re állítottuk, 25-26 fok van benne, ő már szépen fokozatosan veszi vissza a készülék teljesítményét, és akkor egy olyan 12-13-14 fokos levegőt fog kifújni, ha viszont levesszük 18 fokra, és benne van 25 fok, akkor az egy 5-6 fokos levegőt fog kifújni, mert ugye ő azt érzi, hogy neki dolgozni kell, és egy 100%-os teljesítményt kell nyújtani az érdekében, hogy elérjük a kívánt hőmérsékletet. Tévhit, hogy a légkondicionálók friss levegőt juttatnak a szobába. Ezen berendezések mindegyike a benti levegőt keringteti, vagy hűti le, melegíti fel. Ezért nagyon fontos, hogy a szobát, amelyben a klíma van, rendszeresen szellőztessük. Érdemes az éjszakai vagy a hajnali órákban megejteni a levegőcserét. A tudatos klímahasználat ismérve az is, hogy téli időszakban is bekapcsoljuk az eszközt havonta 1-15-20 percre, ezzel a tömítéseket lehet megóvni a kiszáradástól. És érdemes tudni azt is, hogy a klíma szárítja a levegőt, ezért oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.